Ismét fagykár érte a szabolcsi gyümölcsös kerteket, a kárbejelentések folyamatosak, de vannak olyan kertek, ahol csak közepes termésre számíthat a gazda. A gyümölcsösök mellett a szántóföldi növénykultúrákban is kárt okozott az áprilisi fagy. A héten pénteken Balkányban bemutatnak egy olyan speciális gépet, ami a permetezőgéphez hasonlóan működik, és akár egy 5 hektáros területet is meg tud védeni a mínuszoktól. A hirtelen jött tavasz hideget hozott az elmúlt hetekben, a tavaszi előkészületek után a csapadékosabb napokat már várták a gazdák, de fagyos mínuszokra már nem számítottak. A gyümölcsösökben kisebb-nagyobb mértékű károkat okozott, a járásokból mindenhonnan kértünk be adatokat, hogy hol milyen, mennyire hűlt le a levegő. Sajnos vannak Csenger, Kisvárda, Vásárosnömény környékén, Baktalorántháza, Nagykálói járások, ahol nagyobb mértékű volt a lehűlés, nyilván így nagyobb mértékű várható van a károk is, de arról még én szerintem korai beszélgetni, hogy most akkor összedőlt a világ és lefagyott minden, ugyanis hál' Istennek olyan nagy, az átlagostól nagyobb volt a virágzás, hogy maradhat meg annyi gyümölcs, még így is, főleg meg azokban a kertekben, ahol csak mínusz 0,5 vagy akár csak másfél fok volt, akkor maradhat meg annyi a virágból, hogy az még lehet egy közepes termés. A kárbejelentés és felmérés a napokban is folyamatosan tart. A legnagyobb lehűlést Nyírdlugos és Csenger környékén mérték itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol lokálisan a kertekben a közepestől is nagyobb lehet majd a kár. Lehet, hogy lesznek olyan járások, ahol most még úgy tűnik, hogy volt mínusz másfél fok hideg is, de marad meg annyi gyümölcs kezdeményezés, ami nem jelentett problémát. Az első szemlék alkalmával mit vettek észre a gazdák, mit jelentettek, mi látható ilyenkor, amikor lefagy a gyümölcsös kert? Hát úgy néz ki, mintha leforrázták volna azok a szép fehér színű virágok, azok elbarnulnak, és úgy tűnik, mintha ha már túl lenne a virágzáson, felgyorsulnak ezek az események, de mint ahogy az előbb is említettem, annyi kezdeményezés van, ami még utána nyílik ki, hogy az esetleg pótolhassa. Én voltam kint tegnap is a kertekben, és még új virág kezdeményezések is jönnek még most is, azért én gondolom, hogy korai lehetne még úgy nyilatkozni, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében milyen nagy mértékű kár következett be. Nem csak a gyümölcsösöknek, de a szántóföldi növénykultúráknak sem tett jót a szokatlanul nagy hőingadozás. Vannak olyan búzafajták is, amik érzékenyek erre a hidegre, de én Timár környékéről érdeklődtem, és onnan kaptam azokat az információkat is, hogy látszik a búzán, de most azt kaptam már, hogy azok a levelek, amelyik megfáztak, azok elkezdtek barnulni, meg fognak száradni, de eleven új hajtások viszont jönnek, úgyhogy azt mondanánk, hogy a fagyérzékenyek is átvészelték ezeket a hidegeket. A bejelentett károkat ellenőrzik, és mértéküknek megfelelő támogatást kaphatnak majd a gazdák. A kárenyítési alapba bejelentkeztek még ugye akkor, amikor a mínusz 15 fokok voltak. Most, ha újabb kár érte őket, akkor már be sem kell jelenteni, mert az a bejelentésük él. Nyilván a hozamkiesés most kedvezően változott meg ez a kárenyítési alapból való részesedés, ugyanis már ha valakinek almában keletkezett a 30%-os kár, akkor nem vetik össze más növényekkel, az almát az almával, a cseresznyét a cseresznyével, vagy akár a búzát a búzával. Az üzemi szintű összevonás, az a bizonyos 15% most már csak azzal a kultúrnövénnyel vetik össze, amiben a kár bekövetkezett. Én úgy gondolom, hogy most már az a bizonyos kárenyítési alap nem fog növekedni, hanem egy tágabbra nyílt kapun többen részesedhetnek belőle. Meddig jelenthetik be a károkat? A május 15-ig lehet bejelenteni, ameddig a területalapú igényeket jelentik be. A megyei gazdák évek óta küzdenek a szélsőséges időjárással szemben, többfajta módszerrel próbálnak védekezni. Elsősorban a füstölést, egy hagyományos füstölést emleget mindenki, bálászalmát égetnek el nagy füsttel, és akik ezt gyakorlatban látták, már valóban úgy tűnik,
hogy befedi az egész gyümölcsös kertet, főleg a szélirány is jó, és akkor ez nem hagyja lehűlni a levegőt. A másik módja, ha van lehetőség öntözni, akkor öntözni kell, mert ez a felpárolgó levegő is a 0 Celsius-tól sokkal melegebb, és ez is távol tartja esetleg a hideget, vagy most újabban már ilyen fagyvédő gépek is vannak, aminek a bemutatása nem régen volt Eperjeskén is. Most a hétvégén lesz pénteken, 2 óra után Balkányban, úgyhogy meghívunk mindenkit, akit ez érdekel. Ezek körülbelül ilyen 5 hektár körüli területet bírnak lefedni, és úgy, mint a permetezővel, járni kell a kertben folyamatosan. Egy bálszalma körülbelül 3 oroszáig ég el, és ezzel ilyen 5 hektárt lehet megvédeni, úgyhogy akiket ez érint, gyümölcstermelőknek fontos látni való lehet, és esetleg 60%-os állami támogatásra meg lehet ezeket most vásárolni. Én úgy gondolom, hogy egyre többen elgondolkodnak majd azon, mert reményeink szerint jövőre már kiépül az országos lefedettségű jégelhárító rendszer, az is csökkenti az ön által az előbb felsorolt veszélyeket, illetve ha már védekezhetünk a fagy ellen is, akkor talán biztonságosabbának tűnik ez a gyümölcstermelés.